A tévéműsorok befolyása az emberi pszichére mindig is lenyűgöztet. A képek és hangok megfelelő kombinációja képes az emberben boldogságérzetet kelteni. Könnyed fakasztani. Vagy éppen beindítani a félelem és szorongás akcióját. Hiába tudjuk, hogy amit látunk, nem valódi. Mégis képesek vagyunk elhitetni az elménkkel, hogy ez a valóság. Mert bennünk tényleg valósággá válik. Ezért is keltette fel az érdeklődésem a következő eset. A Felelsz vagy Nyelv című tévéműsort 1989. szeptember 4-től november 16-áig közvetítették az MTV1 csatornán. Ez alatt az időszak alatt 7 álszínészes esetet regisztráltak, amely közvetlenül a műsorhoz köthető. A műsort minden hétköznap 11 órától 12-ig sugározták, melyet ezután a déli harangszó követett. Az ezt követő órákban a rendőrségi segélyhívó számokra beadott hívások a háromszorosára növekedtek az átlagosnál. Az MTV-hez több száz levél érkezett naponta, amelyben a nézők furcsa jelenésekről számoltak be a műsor megtekintése után. Ezek között szerepelt a tévékészülék meghibásodása, furcsa képek megjelenése, kaparó hangok a falon túl, az aktív tévéműsor hangja a kikapcsolt készülék mellett, idegen alak feltűnése. Köszönöm Önöket, én Sági Kata vagyok, és ez itt a Felelsz vagy Nyers című tévéműsor. A műsor, ahol Önnek is lehetősége nyílik jelentős összeget megnyernie. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy tárcsázza a képernyőn látható számot, és egyből kapcsoljuk egy munkatársunk, aki majd értesíti Önt, ha adásba került. Itt pedig csupán annyi a dolga, hogy helyesen feleljen az általános témakörökben feltett kérdésekre. Úgy hallom, már is van egy betelefonálónk. Köszöntöm az adásban. Hogy szólíthatom? Jó napot kívánok, én Ágnes vagyok. Üdvözlöm, Ágnes. Honnan telefonál? Pécsről. Nagyszerű, innen is köszöntöm a pécsieket. Ágnes, kezdhetjük a játékot? Persze. Akkor indítsuk a dobókockát. A számítógép most kiválaszt egy véletlenszerű számot, ami megmutatja, mennyit léphet a kis piros figurája a táblán. 6-os! Milyen szerencsés! A mező témája az irodalom. Egészítse ki a novella címét. Mário és a... ... A. Boszorkány. B. Varázsló. C. Kiválasztott. Vagy D. Vadász. Mindenképpen a varázsló lesz. Ezt nagyon magabiztosan mondta. Ez akkor a végső válasz? Igen. És a válasz helyes! Ágnes, ön már is nyert 1000 forintot. Jöhet a következő kör? Persze. Akkor induljon a kocka! És ez egy 4-es. Lássuk, ehhez a mezőhöz milyen témakör társult. Biológia.
A kérdés pedig így szól. Mitől fél az, aki mizofóbiás? A. Kosztól. B. Eltemetéstől. C. Idegenektől. Vagy D. Zajoktól. Éha. Még sosem hallottam ezt a szót. Szerintem nem az eltemetés lesz az, sem az idegenek. Ezeket kizárnám. Akkor marad az A vagy D. Mire tippel, melyik lehet a helyes? Legyen akkor az A. Nem, inkább a D. Akkor a D a végső válasz? Igen, legyen. Sajnálom, Ágnes, de a helyes válasz az A volt. A mizofóbiás a kosztól fél leginkább. Azért ne keseredjen el, így is nyert 1000 forintot. Már is kapcsoljuk egy munkatársunkat, akivel megbeszéli majd a nyeremény átvételének részleteit. Gratulálok, örülök, hogy velünk játszott. Én is köszönöm. Mit lát? Akkor mehet tovább a játék. Ne feledjék, bármikor hívhatják a képernyőn látható telefonszámot. Sosem tudhatják, mikor kerülhetnek be az élő közvetítésbe. Ó, és már úgy hallom, meg is érkezett a következő játékosunk. Üdvözlöm a Felelsz vagy Nyersz műsorban. Jó napot! Hogy hívják, kedves István. Uram? Nagy örül... István! Nagyon örvendek, kedves István! István, mielőtt elkezdjük a játékot, már is egy döntés előtt áll. Folytathatja az előző játékosunk által megtett utat, ezáltal kevesebb kérdésre kell válaszolnia, viszont a kérdések nehézsége ott folytatódik, ahol azt Ágnes abba hagyta. Tehát ebben az esetben a 6-os mezőről indulhat, kihagyva az első 1000 forintos kérdést, vagy visszaugorhat a start mezőre, ahonnan előről kezdheti a játékot. Mit választ, kedves István? Maradhatunk itt szerintem. Rendben, akkor indulhat a kocka? Indulhat. Akkor hát lássuk. És 5-ös. Nagyszerű dobás. A kategória történelem. Melyik híres orvos töltötte élete utolsó napjait egy bécsi elmegyógyintézetben, ahol egyes vélekedések szerint meggyilkolták? A. Heim Pál. B. Semmelweis Ignác. C. Seje János. Vagy D. Szent Györgyi Albert. Ó, nem is tudtam, hogy ilyesmi történt. Azt tudom, hogy Semmelweis volt elmegyógyintézetben. Hogy aztán kikerült onnan, hogy nem, azt nem tudom. De többiről nem hallottam hasonlót. Én biztos, ami biztos, jelöljük meg a B-t. Akkor B. És a válasz? Helyes! Ön nyert 5000 forintot! Folytathatjuk a játékot? Há, igen! Akkor indulhat ismét a dobókocka. 2-es. Ennek a kérdésnek a tétje már 10000 forint lesz. A témakör... művészet. Ki festette ezt a híres magyar festményt? A. Csontvári Kosztkati Vadar. B. Munkácsi Mihály. C. Szinnyei Merse Pál. Vagy D. Nednyánszki László. Éhíha. Nem tudtam, hogy a sötét képeket is festettek nálunk. Pedig így van. Hát nem tudom. Hát nem tudom. Csontvári az inkább ilyen tájokat és fákat festett. Színjeinek is vidámabb képei vannak. Arról a Mennyánszkiról még nem is hallottam. És Munkácsi festetett ilyen képet? Nem tudom, akár. De mondjuk ő ilyen történelmi, meg vallásos dolgokat festett. Szerintem akkor a Mennyánszki lesz helyes.
Rendben, akkor ez lesz a végső válasz? Ja, igen. Igen. És a válasz? Helyes! 10 000 forint a jutalma. Köszönöm. Akkor indulhat újra a kocka? És 6-os. Lássuk, milyen mezőre lépünk. Ismét történelem. Remélem ezúttal valami normálisabb kérdés lesz. Hány főre becsülik a tiszazugi méregkeverők csoport tagjai által meggyilkolt áldozatok számát? A. 5. B. 15. C. 150. Vagy D. 300. Úristen! Remélem, nincs igazam, de szerintem a D lesz. Abból indulok ki, hogy az ilyen számos kérdéseknél mindig a legvalószínűtlenebbnek tűnő válasz szokott helyes lenni. No hát, ezt gyorsan rávágta. Biztos benne? Maradjon, igen. És a válasz? Helyes! Ön most nyert 15 000 forintot. Mehetünk tovább, kedves István? Igen. Akkor indulhat a kocka! Hármas. A témakör? Általános ismeretek. Remek. Válasz a kép, melyik képen látható egy ember? A. Első. B. Második. Ez a Sean Beat. Nem István, jól hallotta. Válaszolja meg ezt a kérdést 20 000 forintért. De ezek közül mindkettő az? Mi ez a baromság? Biztosíthatom, hogy csak egy helyes válasz létezik. Ha nem tud választani, csak tippeljen, hisz 50% az esélye, hogy eltalálja. Ezt nem. Az egyik képen egy igazi emberi lény látható. Melyik lehet az? És mi van a másikon akkor? Hiszen látja ön is a képeket, biztosan meg tudja mondani, hogy melyik ezek közül egy élő, lélegző emberi lény. Ezt nekem nem tetszik. Mindegy, legyen az áll. Nagyszerű! Akkor ez lesz a végleges választása? Ne feledje, hogy 20 000 forintról van szó. Igen, legyen, mindegy. Legyen már ennek vége. És a válasz? Hihetetlen, de helyes! Gratulálok az újabb nyereményhez! Ja. Akkor menjünk is tovább! Forogjon az a kocka! És léphetünk tovább újabb 6 mezőt. Na hát, megtalálta az első bónuszmezőt. Az eddigi nyereményét megdupláztuk 40 000 forintra, ha a következő kérdése is sikerül helyesen válaszolnia. És ennek tetejében még dobhat még egyszer. Remek, köszönöm. És ismét 6-os, lépjünk hát előre. A témakör ezúttal a hírességek. Találja ki, melyik híres személy látható a képen. Nehezítés céljából eltávolítottuk a húst és a bőrt az arcáról. A. Széchenyi István. B. Ady Endre. C. Kossuth Lajos. Vagy D. Rózsa Sándor. Jesszus Mária, maguknak aztán nagyon sötét a humora. Mit gondol, ki lehet a képen látható ember? Sejtelmem nincs. Vizsgálja meg alaposan a képet. Nem lát valami egyedi arcvonást, vagy állkapcsot, ami nyomra vezethetné? Nem látok én itt semmit. Ha rosszul válaszolok, akkor is megkapom a 20 000-et? Igen. Akkor legyen a C.
Eddig még egy cé sem volt, talán most lesz. Rendben, István. Akkor ez lesz a végső válasz? Igen. És a válasz? Helyes! 40 000 forinttal gazdagodott. Ó, na hát. Folytassuk hát a játékot. Indulhat a kocka. 6-os ismét. Honnan tudtál előre? István maga nagyon szerencsés ebben a körben. Még az is lehet, hogy maga lesz az első, aki elviszi a főnyereményt. Remélem. Ez a veszéd. Lássuk a feladatot 45 000 forintért. Találja meg a hibát a képen. A képet 4 szekcióra osztottuk, István csupán csak annyi a dolga, hogy kiválassza, melyik részben található az a dolog, ami nem illik ebbe a képbe. Jó van, ez könnyű. D a helyes válasz. Szóval D, mint Dénes? Igen. Biztos benne? Démon, persze, hogy biztos vagyok. És nem lehet, hogy csak a hátulálló úriember gombjait látja? Jó van, akkor lábból is egyel több van azon a képen. Rendben, úgy látom, alaposan alá tudja támasztani a választását. Nézzük, hogy igaz-e. És a válasz... Igaz! Már is 45 000 forintot tett zsebre. Köszönöm. Lássuk a következő dobást. István, hihetetlen, de elértük az utolsó mezőt. Ha erre a kérdésre helyes választod, a titkos főnyeremény csak is a magáé lesz. Készen áll az utolsó kérdésre? Aha. Legyen már vége. Nagyszerű, a kérdés a főnyereményért így hangzik. Hogyan kell helyesen írni a formális lakcímet? A. 5600 Békés Csaba Bánát utca 170. B. 5600 Békés Csaba Bánát utca 170. C. Békés Csaba Bánát utca 175600. Vagy D. Bánát utca 175600 Békés Csaba. Mi a? Mi a rohadt élet ez? Honnan tudják a pontos színem? Mi ez? Ez maguknak csak egy vicc. Menjenek az anyjukba! István, biztosítom, hogy nem szórakozunk magán. Kérdéseink még a műsor kezdete előtt készültek. Bármiféle hasonlóság csak is a véletlen műve lehet. A fenébe! Csak válaszoljon a kérdésre, és a nyeremény az övné. Jól van. Jól van. A helyes válasz. Ez lesz a végleges választása? Igen. István, gratulálok, a műsor életében először maga nyerte meg a főnyereményt. Ja. Készen áll megtudni, hogy mi a titkos főnyereményünk? Igen, végre. A főnyeremény pedig nem más, mint a... Megváltás. Mi?
Egy ember nem is kívánhat nagyobb nyereményt életében. Mi ez? Ez a házom? Mi? Honnan a... Gratulálunk Istvánnak a főnyereményéhez. Sajnos már letelt az időnk, de holnap ismét visszatérünk, hogy új játékosok mérhessék fel nálunk tudásokat remek nyereményekért. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. További szép napot kívánok!